tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jurassic, Jurassic, Dino lett a sztár, Tízmillió magyar reját vár. Jurassic, Jurassic, mesebeli park, Aki dinó, az most velünk, Aki dinó, az most velünk, Aki dinó, az most velünk tart. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Klaudiával, aki hitoktató, és Miklossal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok, sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Parallaxis 72. adása a mikrofonnál Pécsi Géza, aki mérnök. Szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, először is kedves Ivanis Rieger Klaudiát, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagját. Sziasztok! Valamint doktor MZ X-et Vince aki az LKH Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Szia Miklós! Hogy érzed magad? Sziasztok! Nagyon jól, jól érzem magam, mert olyan témához érkeztünk, amiről sose lehet elég Parallaxis Podcastot csinálni. És, és... Felkészültél a Mesebeli Parkra? Én? Hogyne? Én egész nyáron erre készültem egyébként. De ismered a Mesebeli Parkos uh, két Haller videót? Á, megint kiderül, hogy egy kő alatt éltem. Nem, attól tartok nem. Na jó, akkor, akkor figyeljetek, akkor mondjátok el nekem. Ez hát van erről egy nagyon jó ilyen, hát 93-as ez a Jurassic dal. És hát uh, iszonyatosan. Hát ugye az a két haller énekli, és hát Jurassic, Jurassic, mesebeli park. Basszus, nagyon, úristen, nagyon... én ezt... Nem... Aki a, Dino, aki... az most velünk tart. Azt a mindenit, mekkora flashback. Hát én közel 30 éven keresztül próbáltam ezt ugye kilúgozni a fejemből, és sikerült. Na akkor most visszajött. Legalább tanítottam akkor, akkor egy dolgot neked. Na hát, jól van, köszönöm szépen. Jól van, ma is megérte fölkelni. De nem, de most ez, ez konkrétan veszélyességi pótlékért kiáll. Állt. Tehát ezért jó, majd a közelebb, majd én is készülök akkor izével, Csovi-Csovi-Jasperrel meg mindenféle fassággal. Jó van, oké. Okay. És Claudia, te azt mondtad múltkor, hogy csak te fogsz ma beszélni. Akkor rajongója -e, vagy jó, azért majd a Mik Miklós is megengedem, hogy megszólaljon. De hát ugye tudjátok, hogy egyrészt erről készült már egy szubzsáner epizód, egy paleontológussal, és ugye a szubzsánerben kibeszéltük, hogy milyen tudomány áll vagy nem áll a Jurassic Park és World és egyéb mögött. És ugye én erről írtam egy kvázi szakdolgozatnak megfelelő 40 oldalas nevezük tanulmánynak, egy tanulmányt, azért, azért hogy benne vagyok ebben a témában. Yeah. Hát ez, ennek, ennek nagyon örülök, de akkor most neked itt van először is egy találós kérdés. Hajaj. Ki az a karakter, aki kulcs szeleprő, viszont csak az 1993-as, tehát az első részben, és az idei 2022-es részben találkozhatunk vele? A Dogzon. Igen, ő, mégis ő is, de <laughs> én inkább a, a... Szóval a paleobonatikus uh, csajra gondolta. De ő benne volt a hármasban Ellie Ő nem volt benne. Ja, de Minden. benne volt a hármasban. Akkor Dodgson. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó eltaláltad. Tehát ez a bajoszín vezetője. Ugye ugy, ugyanaz a csókkal aki lefizette a És ott van az irodájában a borotva habos Úgy van. kiállítva. Hogy azt hogy, hogy szerezte vissza? De, 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 nagyon jó kérdés, ugyanis ehhez meg kell nézni a Jurassic World Krétakori Tábor című sorozat utolsó zárói vagy <laughs> És abban a, az eredeti szigetre mennek vissza. Ugye jön Dorson is begyűjteni némi DNS mintát, és hova máshova nem keverednek be, mint a délofoszauloknak, tehát ugye a nedrit megölő köpködős gyíknak a területére, és Dodson konkrétan hasra esik a sárból félig kilógó, borotva habos palackban, kiszedi, megnézi, rácsodálkozik, és azt mondja, milyen jól jött volna ez 30 évvel ezelőtt. És ez komolyan létezik egy ilyen spin-off sorozat? Hogyne, Krétakori tábor. Oké, okay, na. De ez egy rajtfilm, nem? Igen, ez egy animációs film. Nem, nem nézel internetet, mert nem, ugye most nem, itt nem. kibuktak nem a állítólag egy csomóan, mert ugye van egy leszbikus csók jelenet Á. benne, és ezen ki voltak akadva a nézők, ami amúgy szerintem hülyeség az ezen való kiakadás. Na mindegy. Evidens, hogy nem néz a Miklós internetet, hanem ismerte a Jurassic dalt. Akkor még nem is volt internet. Az előbb mondtátok, hogy ez 93-as. Különben meg, hogyha ugye a Jurassic Parkban ugye dinoszauruszok megszeretgetik egymást, az defaultból leszbikus csók, Gondolták az elején a genetikusok, csak hogy ugye az élet utat tör. Ez nagyon érdekes motívum, motivum, ugye alapból azt mondják az első részben, hogy itt semmi nem történhet, mert minden dino lány. Igen. Az megvan, hogy a, az a filmben nincs, de hogy a könyvben egyébként azért nem veszik észre, hogy elszaporodtak a dinók, mert olyan rossz algoritmust írtak, ami azt számolja ki, hogy megvan-e a szükséges n darab dinó, és az nem is, nem is jutott eszükbe, hogy ez a szám növekedhet is, tehát benne volt a kódba, hogy hogyan írjunk rossz programot, ugye? Meg benne volt a kódba, hogy mit tudom én, van a szigeten 100 darab díno. Dino, és a gép megszámolja, és ha talál száz darab dinót a, izé, a hőérzékelős tudsz, akkor hirtelen azt mondja, hogy oké, okay, pipa. Na ez nekem a könyvből már nem rém de, de most, hogy így mondod, igen. <laughs> Sok mindent nem vettek át, azért, igen. Na jobb, de mindegy, szubzsáneres dolog. Könyvről ne is beszéljük. Le legyen valami stratégia az egészben, akkor mondjuk mi, akkor azt kérdezném, hogy mi volt az első élményetek Ez az egészen kapcsolatban, és bocsánat, gyorsan, én mondjam el, tehát az első élményem a Jurassic Parkkal kapcsolatban, az nem is az első rész volt, hanem a második rész. Az azt hiszem 97-ben jelent meg, ha jól tudom. Én akkor voltam másodikos, általános iskola másodikos. És a bátyám, van egy öt éve idősebb bátyám, és ő akart elmenni ezt megnézni. De anyukám még nem akarták elengedni őt egyedül, és ezért nekem is el kellett menni. De azért, mert ugye anyukám el elkísérte bátyámat, én meg úgy mentem velük. És én akkor láttam, hogy az első a második rész volt, és akkor utána néztem meg a többit. És nekem azóta is a második a kedvencem. Hát volt már a Jurassic Park a Parallax podcast, ezért a törzs hallgatóink ezt már unják, úgyhogy ezért ezt gyorsan ledarálom, hogy az van, hogy, hogy harmadikos koromban elvittek rá moziba, és körülbelül az volt az első mozi élvény, amire emlékszem. Tehát én akkor, mit tudom én, kilenc éve, éves, voltam, vagy, vagy lehet, még csak nyolc, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy 8 kötőjel 9 éves voltam, és onnantól kezdve akkor 2-3 éven keresztül paleontológus akartam lenni, egészen pont addig, amíg az Apollo 13 megjelent. Hát így terelődött az érdeklődésem filmről filmre. <laughs> szóval elég keményen nyomtuk a dinó témát, társatásokat rendeztünk az iskolakertben, ami nem volt egy teljesen elcseszett ötlet egyébként, mert egyébként ott pont egyébként uh, uh, jurakori mészkő rétegek vannak, tehát az iskola alapozásakor például találtak egy akkora amonitest, ami akkora, mint a laptop, ami előttem van. Úgyhogy, Ö... tök jó. De dino sajnos nem találtunk, mert persze, hát ugye ismert okok miatt, tehát a jurakorszakban nem nagyon volt ott száraz De mindegy, mi azért igyekeztünk. Ugye én, a, amikor az első rész kijött, én még nagyon pici voltam és én nem is láttam, talán már csak a harmadik részt láttam mozikban, meg ugye az újakat. Az első kettőt biztos, hogy nem láttam moziban. És úgy jött ez az egész, hogy volt nekem otthon egy könyvem, az a címe, hogy Kisgyermekek nagy enciklopédiája, ez volt az első tudományos könyvem, ami így végigvett tulajdonképpen minden területét az életnek, meg a tudományoknak. És hát a dinoszauruszokkal kezdte, vagy hát nagyjából azokkal kezdte. Könyvben volt szó magáról a Jurassic Park című filmről, és ugye az a jelenet volt kivágva a könyvben, az a, annak a jelenetnek a képe, ahol a T-rexnek látszik a lába a sárban, a, a Grant, meg a, a kislány, azok meg ott az autó előtt térdelnek, hogy fogja be a Grant a kislánynak a száját, hogy ne ö, sikítson, és ugye van egy ilyen jelenet, hogy jön a T-rex. És ez a jelenet volt kivágva, és ez nekem nagyon tetszett, és meg akartam nézni ezt a filmet, mivel ugye a mi családunkban főleg anyám az, aki ilyen, ilyen skifi rajongó, valószínű, hogy erre nem emlékszem pontosan, csak valószínűsítem, hogy aztán ő, né, ő, vele, ő nézette meg velem, vagy ő vele néztem meg, vagy ő szerezte meg a filmet valahogy VHS-en, erre így konkrétan már nem emlékszem, de de így nekem ez volt az első, és hát ugye természetesen igen, utána én is ö, paleontológus akartam lenni ö, viszonylag egészen 13 éves koromig. És akkor mi történt? Hát utána, illetve inkább ne 13-as sok volt már, inkább olyan 11-2, utána akartam. Ö, állatorvos lenni, vadállatorvos, és aztán már ilyen 13-14 éves koromban már tudtam, hogy tanár leszek. És akkor még ehhez annyi, ehhez az egészhez, hogy én nagyon beleszerelmesedtem, hogy ez, ez voltam én ilyen 8-9 éves ekkor körülbelül, amikor a, a Jurassic Parkot én így megismertem, és ugye nagyon beleszerelmesedtem a paleontológiába, és természetesen kívülről fújtam az összes dinoszaurusz nevet, meg mindent, és jött ilyen ásványos geológusok az iskolába ö, milyen ásvány bemutatót tartani, megcsináltak egy kis előadást, és mi voltunk a legkisebbek harmadikosként, akik bent ültünk a, az előadáson, végig egészen a nyolcadikosokig, és megkérdezte az előadó, hogy na gyerekek, ki tudja, amikor pusztultak ki a Na, Hát ez már akkor sem volt bent a tananyagban, tehát ezt csak azt tudta, aki, akit ez a téma érdekelt, és hát tényleg most nem, nem nagyzolni akarok, de tényleg én voltam az egyetlen, aki feltette a kezét. Lehet, hogy más is tudta, csak nem tudom, nem merték, vagy nem tudom. És ö, kicsit félve szólítottak föl az előadók, ö, mert hogy gondolták, hogy kisgyerek úgyse tudja. Én persze kenten vágtam, akkor még 65 millió évet mondtunk, azóta már tudjuk, hogy 66 volt. És aztán utána meg is lettem jutalmazva tulajdonképpen, mert ügyesen válaszoltam. Na hát utána aztán teljesen beleszerelmesedtem a paleontológiába. Hát ezt nem csodálom. Egyébként érdekes, hogy, hogy mert nálunk, ugye pont mondhatod, hogy te kicsi voltál, amikor a Jurassic Park jött, tehát valószínűleg nálunk ez inkább volt egy tömegjelenség, mert amikor mi voltunk 8-9 évesek, akkor jött ki a Jurassic Park. Ugye? Hát itt a kor És akkor Igen, tehát valószínűleg, ha hozzánk jöttek volna az ásványos nénik, akkor a 65 millió évet azt mondjuk talán többen tudták volna, de mondjuk néhány évvel később meg bizony, bizony az van, hogy úgy, úgy volt, ahogy volt. Tehát lecsengett ez a paleontológus hullám. Hiába jött aztán a Jurassic Park trilógia második két része, meg a Jurassic World. És itt van Géza az üdítő ellen példa, de én azt gondolom, hogy egyiknek se lehetett akkora hatása, mint, mint az első rész. Ez, tehát, ez, ez tökéletesen így van, csak ugye én abból teljesen kimaradtam, tehát akkor én két Igen. éves voltam, csattogós lepkét maximum tologatni tudtam. és <laughs> Akkor igazoltál volt. Igazoltam igazoltam távol, távol. Viszont érdekes, mert de. utána megnézve egyébként tényleg nagyot üthetett. Csak ugye a másik rész az meg annyira ez az ilyen kicsit ilyen posztapokaliptika is benne van, hogy ők visszamennek valahova, ami valamikor jó volt, hogy így eleinte így nem is nem tudtam hova tenni így a dolgokat, aztán utána később lerendeztem magamba, meg így ugye jött a többi, jött a harmadik rész, aztán utána mindenki azt hitte, hogy vége van, aztán nem lett vége, stb. stb. De hogy mondjuk az is érdekes, hogy a harmadik után én úgy érzem, mintha lett, hát volt is egy nagy szakadás, és új szereplők jöttek be utána, Ugye a Jurassic World-nél. Nektek mi a véleményetek erről, hogy ez jó volt így, vagy máshogy kellett volna csinálniuk? Hát én, én igazából én nagyon szeretem az új trilógiát, is, nagyon sokan nincsenek annyira megelégedve vele. Hozzáteszem a harmadik részt, tehát most már a, a világuralom, az nekem se tetszett. Igazából ez a sáskás vonal, ez, ez abszolút fölöslegesnek tartottam. Másrészt meg sokaknak azzal volt gond, hogy ahhoz képest, hogy Világuralom lett a címe, nem nagyon láttunk ebből a Világuralomból semmit ezzel nekem még annyira nem volt baj. Ami, ami nekem baj volt, hogy a, főleg a harmadik részre nagyon el di, disney tulajdonképpen a trilógia, mert egészen addig azért a Jurassic World 1-2-ben elég szépen mutatták, amikor megzabálja a dino az embert, és a harmadik részben már szinte egyáltalán nem is mutatták, inkább mindig csak így, így, így finoman utaltak rá. Talán még az a jelenet, ahol ott három fele húzzák a még az első felében az egyik csávót, aki ugye ilyen dinoszaurusz viadalokat rendez, az még úgy elég szép volt, de például a, a, az előbb emlegetett Dojzol, itt van Dojzol! kinyírását a dinoszauruszok által elég, hát vérszegény vér, vér lett a szó szerint. Hát ebben tökéletesen együtt értek amúgy. Igen, Miklós? Igen, csak hogy, hogy most esik le tényleg, hogy hát milyen szép tulajdonképpen az íve a dolognak, hogy ezt a dogzon is a dilophosaurusok teszik el lábalól. Amúgy pedig ugye az van, hogy én azt hiszem, hogy nekem az mulattatott van, amikor ugye egyre többet tudtak meg a dinókról, amikor készítették ezeket a sorozatokat, és akkor ezeket próbálták úgy becsempészni a filmbe, hogy ne kerüljenek önmagukkal ellenmondásba. Igen, lásd ugye a piroraptor. Igen. Vagy például ugye az, amikor ugye volt ez az emlékezetes Nature cikk a 2000-es évek elején, amikor először jöttek rá, hogy a Velociraptor mongoliezisnek, ugye, ami persze egyébként sokkal kisebb. Ja, igen, vagy például, na, például ez is érdekes, hogy Ugye az ősi Attila azt szokta mondani, hogy a Deinonychus-t Velociraptornak hívják a Jurassic Parkban, de igazából, amikor a, a Krikton írta a könyvet, ugye a 90-es évek elején, akkor még 80-es évek végén, akkor ugye volt arról egy vita, egy kis, kisebb mini tudományos vita, hogy, hogy azt a Velociraptor-szerű dinoszauruszt, amit Észak-Amerikában fedeztek föl, ami aztán a Deinonychus nevet kapta, az vajon egy külön fajhoz tartozik-e, vagy sem. Úgy van. És akkor egy időben gondolkoztak arra, hogy, gondolkoztak, hogy ezt ugyanúgy velociraptornak kéne hívni, mint hogy most is mennek ezek a dolgok, hogy a tarbosaurus, az, az vajon egy tyrannosaurus, tehát ezek mindig vannak, ezek a viták, hogy most mi külön faj, meg mi nem, Uf, ugye nem tudjuk. Tehát ugye az a vicc, hogy, hogy, hogyha 60 millió év múlva megtalálják egy erszényes farkas koponyáját, meg egy farkas kutya koponyáját. Úgy, annyira ugyanúgy nézek ki, hogy azt fogják hinni, hogy ez egy faj. Holott egyébként nem, mert az egyik erszényes, a másik pedig mélepényes, tehát tök messze vannak egymástól, csak ugye a konvergens evolúció miatt tök ugyanúgy néz ki a koponyájuk, és ezzel ugye meg is szivatnak rendesen egy, egy ilyen állattan vizsgán egyébként nagyon sok ember. Tehát az egyik a szivatos kérdéseknek, hogy a kezedbe adnak egy egy izét, erszényes farkas koponyát, és akkor mondd meg, milyen állat ez, és persze akkor a legtöbben azt mondják, hogy ez egy kutya, vagy egy farkas, és akkor mondják, hogy hát nem, nem, és nézd, itt van egy picit lyuk, és az a különbség. Szóval, szóval vicces, Na, szóval e, e, visszatérve erre, hogy, hogy, hogy ugye itt van ez a dolog, hogy velociraptor. Ugye, most ugye tudjuk, hogy a velociraptorok, amik mongol, mai Mongólia területén éltek Ázsiában, azok ilyen kicsi, nagyobb kutyaméretű lények voltak, nem akkorák, mint a filmben. De amikor írták a könyvet, akkor még voltak olyan ötletek, hogy hát ha az mégis Velociraptor faj, és tényleg fölvetették egyen-ketten, hogy a Deinonychus ezt Velociraptornak kéne hívni. Aztán amikor meglett a film, aztán addigra lefutott ez az ügy, és akkor, ha megnézitek, például a második-harmadik résztől kezdve, soha nem mondják ki azt, hogy Velociraptor, mindig csak azt mondják, hogy Raptor. Raptor. És, és ugyanilyen dolgok, hogy például ugyanezt, hogy amikor rájön, rájöttek arra aztán ott a 2000-es években, hogy a velociraptor is tollas volt, mert a, mert a, a comb, találtak megtaláltak azokat a gümőket, amik úgy néznek ki, mint a madaraknál a, a tollak csatlakozási helyei, és akkor ugye kilogikázták, hogy basszus, ezeknek tollaik voltak. Ha megnézitek, a Jurassic Park 3-ban, a velociraptorokon már, vagyis hát akkor már nem hívják így, a raptorokon már megjelennek a tollacskák. Igen, azok ilyen proto tollak, Igen. Sőt, ott már színe is jelenik meg. Igen. Mert ugye közben csinál, lettek olyan felfedezések paleontológiában, hogy találtak tulajdonképpen megkövesedett pigmentet, tehát amiből ugye már lehetett következtetni, az adott díno, és úgy általában a dinoszauruszoknak a különböző színeri, színeire, és ott ö, kaptak egyrészt prototollakat, másrészt pedig ö, némi, némi pigmentet ö, a, a velociraptorok, jó raptorok. Illetve ami még érdekes, Miki, ehhez az egészhez, hogy miután elkészült a film, a egy új raptor. Az új, egy új, úgy van, egy új raptor félét fedeztek föl Jutában, ugye Amerikai Egyesült Államokban, amit el is neveztek, ugye Juta raptornak, és ez viszont tökéletesen úgy nézett ki, már legalábbis a csontváznak a mérete, mint az a velociraptor, amit mi a Jurassic Park, illetve Jurassic World-ben láthatunk. Úgyhogy poénkodtak is a paleontológusok, hogy na, ti elképzeltétek, mi meg felfedeztük. És az is érdekes, hogy, hogy ugye azért az emberek aztán mégiscsak jobban szerették a toll nélküli változatot, és amikor a Jurassic World megjelenik, ahol megint először, ugye például a Blue néven ismerté vált raptoron, ugye egyáltalán nincsenek tollak, és akkor ugye ennek a megindoklásához el is hangzik egy duma, hogy, hogy hát ugye igazából, ez egy emlékszem, hogy a Jurassic World egyben van egy ilyen szöveg, hogy azt mondja ott az egyik gémmérnök, hogy jól tudjuk, hogy ezek az állatok nem így néztek ki annak idején, hanem ezeket direkt úgy kreáltuk genetik gémmérnökségi úton, hogy a legnagyobb tetszést váltsa ki a közönségből. És akkor úgy emlékeztek erre, hogy a doktor Wu meg valaki mond egy ilyen dumát, hogy mind a kettő jól tudjuk, hogy ezek az állatok nem is így néztek ki, hogy ezzel, hogy valahogy mégis igyekeznek racionalizálni. Hát mert ugye itt egy... a sze szerző, vagy hát a rendezőnek az indoklását adták. Az, az egyik karakter szájába tulajdonképpen. Hát meg ugye alapvetően mondják, hogy a DNS-t ezt a valami békának a DNS-ével pótolták, és ezért lehet, lehetett lehetséges, hogy nemet váltottak, stb. stb. Viszont nekem az is érdekes volt, hallottam egyszer egy ilyet, hogy a Jura korszakban ugye aránynak az elején élt mondjuk a Triceratops, és a, a Tyrannosaurus Rex, ez meg már a vége felé. Ezek mind a Krétában éltek amúgy. Ezek Krétában éltek, éltek igen. Ez két Kréta végi dinó, amit mondasz. Tehát ez a legszebb... De én értem, hogy mire akarsz kiukadni. Te arra akarsz kiukadni, kedves Géza, hogy ugye az a filmnek a címe, hogy Jurassic Park, vagyis Igen. Jurakori Park. és emiatt az emberek fejében sajnos az a tévképzet került be a film által, hogy azok a dinoszauruszok, amiket ott látunk a, a filmben, azok mind egy időszakban éltek, és, és, itt még nem is csak magát a Jurakort gondolom, hanem azon belül is egy időszakban éltek, ami ugye, ahogy van hülyeség, mert eleve a magák, maguk ezek a korszakok ugye több millió éven keresztül tartottak, és ezek az állatok el, illetve fel, illetve el tűntek, és ahogy az előbb mondtuk, egy például egy Tyrannosaurus rex, mondjuk egy Stegosaurusszal abszolút nem találkozhatott volna. Egy Triceratopszal igen, mert mind a kettő a jurakor végén élt, de mondjuk egy Stegosaurusszal meg már nem feltétlenül. De várjátok, ez annyira súlyos, hogy ezt súlykodjuk, kedves hallgatók, hogy időben hozzánk közelebb van a T-Rex meg a Triceratops, mint a T-Rexhez meg a Triceratopshoz mondjuk a Stego. Na erre van. akartam kívül tehát, hogy... tehát hogy a, a, a T-Rex közelebb élt az iPhone-hoz, mint a másik Dinoz, akivel együtt taladjának. <hállt> Igen, mert ugye ott mondjuk eltelt a T-rex, meg mi köztünk mondjuk 66 millió év, de mondjuk egy Stegosaurus, meg egy T-rex között meg eltelt mondjuk 100 millió év. van, ne felejtsük, hogy ezek 150 millió éven keresztül uralták a Földet, és 65-66 millió évvel ezelőtt haltak ki. Úgyhogy nem véletlenül agyaltunk ilyenekkel, ugye más korábbi adásokban, hogy dinók a holdon. Ugye, hát hogyha valakinek lett volna ideje kifejleszteni egy technikai civilizációt, tehát azok éppen ők. És lehet, hogy ki is fejlesztették. Hát sose tudjuk. Na jó, de talán egyszer megtudjuk. Ha, de lehet, hogy soha. Ha. Nem tudom, melyik a jó. És hogyha például egy brachiosaurus nézünk, ami egy ilyen óriás szauropoda? Na, az Jurakori. Igen. És, hogy, és hogy ugye volt erről egy adás, amikor ugye pont ezt beszéltétek meg, akkor én még nem voltam benne, hogy ugye a Godzillánál, hogy ez nem nagyon lehetséges, hogy, hogy ilyen ekkora élőlények lehetnének, mert nem fogják tudni megtartani magukat a lábukon. Igen, a szauropodákról különben érdekes módon, és ez, ez megjelenik a filmben, és ilyen szempontból az első rész, tehát a Jurassic Park első része nagyon sok ilyen tudományos pontatlanságot helyre tett az emberek fejében, legalább ugyanannyit kreált is, amúgy, hogy a szauropodákról egészen a film megjelenéséig, illetve a könyv megírásáig, ugye ez szinte egyszerre volt, mert ahogy a Krayton elkezdett dolgozni a könyvön, a Spielberg egyből meg is vette. Lényeg a lényeg, hogy a szauropodákról egészen addig azt gondolták, még a tudósok is, hogy a mocsárban élnek, mert ugye olyan nagy a testük, hogy nem bírnák el saját magukat. Ez ugye szintén hülyeség volt, és ez ugye nagyjából addigra került be a paleontológiába, amikor a film megjelent, illetve a könyv megíródott. És hogyha emlékeztek, Ugye a legelső dinoszaurusz, amit képen meglátunk a Jurassic Parkban, az pontosan egy brahiosaurus. És mit, mond a, 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 mit mondanak renték, hogy nem a mocsárban él. Ezt ah. pontosan azért és mondják. És rögtön ki is jelentik, hogy ez az állat melegvérű, igen. amire majd még térjünk vissza, hogy most erre mit mondunk, mert azt te tudod. Igen, tehát, hogy nem, nem a mocsárban él. Ezt, és ez azért is került bele a műbe, hogy, hogy az emberekben ez, ez helyre kerüljön, mert akkor már, mint ö, paleontológiai tény létezett, csak ugye nyilván még a köztudatban nem került bele, tehát még ott az emberek, a nézők, akik beültek a filmre, azok azt gondolhatták, hogy ezek a mocsárban éltek, és nem mentek ki a szárazföldre, mert akkor így összeroskadtak a saját súlyuk alatt. És akkor ugye a filmben ezt így szépen helyre tették, hogy nem, az nem úgy volt. Igen, Berlinben láttam egy Brachiosaurus csontvázat, az ugye nagyon durva, és akkor még nem is tudták ezeket a patagóniai dinókat, ilyen titanosaurus féléket, amik ugye még erre is rátettek egy lapáttal. És ugye az fizikailag is egy nagyon, nagyon nehéz kérdés volt. Tehát konkrétan így felmerül a kérdés, hogy hogy a túróba pumpálta fel az agyá a szájáig a vért. És akkor, a, mert hogy egyszerűen, hogyha az az, az állatka, úgy, ugye nem, nem volt víz, ami biztosított volna ilyen hidrosztatikai nyomást, hanem konkrétan a vért azt úgy kellett fölpumpálni, föl hogy mondjuk mit tudom én, a földfelszíntől mondjuk mit tudom én, plusz 10, 15 méterre fölpumpálni valamit, azért az, az nagyon lúrva és, és ezen évtizedekig golyóztak. És hogy ugye most, 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 az a divat, abban divat hinni, hogy izom letapadási helyek alapján, hogy lehet, hogy egy egész sor pici szív szerűség pumpálta sorba föl a dolgokat, mert egyszerűen a szívkamrája annak az állatnak az összességében nem tudott volna akkor a vérnyomást generálni, hogy eljusson a fejéig, ha tényleg függőlegesen tartotta. Igen, de a zsiráfot is ugye vizsgálták, és rájöttek, hogy olyan a artériája a nyakába, hogy így visszafele ilyen kis kapukkal nem engedi vissza a vért. Igen. Ez hát valószínűleg itt is erről van szó. Na várjál, Miki, mindjárt adok neked egy számolós feladatot. Kérlek Úr szépen, Isten. azt számolt ki, hogy az egy ilyen argentinosaurus, ami ugye még egy pár méterrel magasabb volt, mint a brachiosaurus, ha hányt, akkor a hányás az mekkora erővel csapódott a földbe. Uh, hát az... Gondolj bele, hogy egy 8 méter magas állat. Igen, 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 arra bele lehet hallni. És hogyha ott, ott, éppen egy valami kis, mit tudom én, oviraptor ott futkos, és azt eltalálja, akkor az ott kipurcan. Igen, az kipurcan. Mondjuk ugye megint van egy kis izé benne, de mindegy Jurassic Parkban előfordulhat. Amúgy, ugye... Jó, hát most csak mondtam, egy pici dinót akartam pici dino, mondani mondjuk ilyet, egy hogy izé nem el az időt, pici, Pici, pici Kompit, az, az, is nagyon jó. hát igen, ugye annak messzeltek. tehát valójában, ha megnézitek, Ugye nincs más dolgunk, mint a szabad esésnek a képletébe belehelyettesíteni szépen. Akkor ez szabad hányás lesz. <laughs> Igen, szóval az, a, az a csontot tör konkrétan Úgy van. az a hányás, ami lesik. Most persze nyilván az is kérdés, hogy miből van az a hányás. Messzire vezet a kérdés, mert akkor most feltételeznünk hogy milyen állagút. Hát egy És az mennyit Vissz visszaböffentett ilyen tehénköpet, tudod, ami még ilyen növényi szárakkal tele van. Ilyen emberek a Patreonon fizetnek azért, képzeld el, hogy azt a diszkusziót hallgassák, amit most folytatunk. Nagyon jó. Igen. <laughs> Tehát, hogy ha, tehé ha tehénköpet állagú volt, az Argentinosaurus vagy patagotita, mit tudom én, mit mondtál, ennek a köpete, és lepottyant mondjuk Uszkve 10 méter magasról, akkor az alatta álló Komszolgatus szóval, milyen személyi sérüléseket szenvedett, amikor a nyakába zúdult az anyag. Hát Halálos. szerintem ott meg. Halálos, így van. És elképesztő lenne találni egy jelleletet, hogy mondjuk egy bazi nagy koprolit, és alatta egy kis dinócsontváz. Ugye kedves gyerekek, a koprolit az a megkövesedett aki. Igen, én ezt szoktam osztogatni nálunk, van itthon egy, és a meteorit gyűjteményhez szoktam berakni. Úristen, életem álma, hogy legyen egy koprolitom. És mindig azt szoktam csinálni, hogy odarakom a koprolitot, jön egy gyerek, kezébe adom, megkérdezem, hogy az micsoda, hát eléggé látszik, hogy kaki formája van, és gyerek mindig vigyorog, vagy éppen az apja jegyzi meg, hogy kutya aki én megmondtam, hogy majdnem, de dino, akkor először nem szokták nekem elhinni, akkor elmondom, hogy mi az, és akkor nagyon gyorsan leteszik. Leteszik, azt a mindenit. Ne, hogy elkapjanak valamit tőle. Hát igen. Egy ősi dino betegséget. Persze, mert abban vannak, arra szocializálta őket a Jurassic Park teljesen hibásan, hogy mondjuk genetikai információ meg tud őrződni 60 millió éven keresztül, és hát akkor a kaki fertőző jellege miért ne tudna megőrződni, gondolja hát meg az apuka. ugye azon szoktak csodálkozni, hogy miért olyan pici. És akkor én mindig elmondom, hogy hát Európában ugye pici dínok voltak, mert itt ugye csak szigetek voltak, és a szigeten nem nőttek meg akkorára. Igen, nekünk a raptor is csak ekkora, mint egy tyúk. Ugye itt van a pneumatoraptor nevű kis izé, ami itt lakott, ugye az iharkuton túrták ki. Ugye, az, 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 ugye mondtuk, hogy a Jurassic Park felnagyította a velociraptort, hát itt ezeken a pici szigeteken pici állatok élnek, úgyhogy itt meg mindenki. Ezekre lehetne tényleg azt mondani, amit ugye a kövér kisfiú mondott az első résznek az első jelenetében, hogy tényleg egy Agresszív pulyka. Na azt a kisfiút meg visszahozhatták volna. Én azt vártam különben, én annyira vártam a harmadik részben, hogy ugye az Owen ö, bemutatkozik a Grantnek, Hogy, na emlékszel rám, én voltam az a gyerek, mert hogy voltak olyan fandomok, külföldi oldalakon, akik, akik, ezt kifejezetten szerették volna megjátszani, hogy a, az óván legyen az a kisgyerek, és aztán a filmkészítők nem játszották meg, pedig korban pont belepasszolt volna, és úgy, úgy sajnáltam, hogy ezt nem, nem sikerült így megjátszani. Hát ez tényleg egy kihagyott zicser. Hát ez az volt. Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum mély szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést. terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com per Parallaxis mondjuk nektek melyik a legkedvesebb szereplőtök? Elmondom, hogy részemről én azért is külön venném az első hármat, meg az utána levő hármat, mert nagyon sok új ember jött be, és szerintem mindkettőben vannak jók. Nekem az első háromból mindenképpen professzor úr. Grant. Grant, ugye? És a másik háromból pedig Chris Pratt nekem nagyon bejön. Ő elég jó hozza ezt az ilyen, ilyen dino hajcsár formát, meg a dinókkal suttogót. Bár ugye szerintem ez is az utolsó részben nagyon, nagyon túl lett víve, amikor már ilyen lasszókkal fogják be a dinókat. Tehát ez már egy kicsit olyan, hogy, hogy na, tehát ugye pont erről beszéltünk, hogy a dino lehányna, és akkor ott maradna, és akkor utána meg utána mész egy lóval, és befogod. Mondjuk nekem azzal a jelenettel pont nem volt gondom. na most akkor az én kedvenc szereplőim, Hát nekem, ugye pont te mondtad, Géza, hogy neked a második rész a kedvenced, tehát az én, én kedvenc szereplőm az természetesen dr. Jan Málkom. Imádom. Tehát én, én, őt nagyon szeretem, bár ezt valószínűleg anyám ragasztotta rám, mert őnek is ő a kedvence, de tényleg én nagyon szeretem a színészt is, meg, meg, ugye magát a, magát a karaktert is. Az új részekből természetesen nekem is óven a kedvencem az egyik, bár ugye ez nálam ott indul, hogy mivel ugye én nagy képregény, illetve Marvel, DC fanatikus vagyok, és ugye megcsinálták a galaxis őrzőit, és ugye abban ő a, tehát Chris Pratt a, ugye a főszereplő, mint Star-Lord, ő, 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 nekem nagy kedvencem, és nála van egy érdekesség, ami, amin szintén nagyon sokan kiakadtak, főleg így a, a világuralomnál, hogy ugye miért csinálja mindig azt, hogy a kezét ö, fölemeli, amikor meglát egy dinoszauruszt, és ugye maga, maga fölé emeli a kezét ugye ez a, ez a dinoszaurus suttogó. Na most ez egy bevett szokás állati domároknál, hogy a kezüket így maguk fölé tartják, főleg, hogyha egy nálánál nagyobb állat áll előtte. Ennek két oka van. Egyrészt az állat nem a te szemedet fogja nézni, hanem a kezedet. Más, tehát eltereled a figyelmét. Másrészt próbálod minél magasabbnak, minél nagyobbnak, és ezáltal minél félelmetesebbnek mutatni magadat, és ettől esetleg az állat mondjuk nem biztos, hogy rád fog annyira támadni. Én ezt egy emu uh, uh, struc uh, farmer-nél láttam egy csajnál TikTokon, és ő, ő magyarázta ezt el pontosan a, Jurassic World kapcsán, és ugye ott be is mutatta, hogy neki is van egy-két ilyen agresszívabb bemúja, és ő is úgy megy behozzájuk a ketrecbe, hogy, hogy tartja föl a kezét, és akkor ezáltal tulajdonképpen egy kicsit meghátrál az az agresszívabb állat. A másik kedvencem még az új részekből Maisie Lockwood, és az ő hát Karakterfejlődését igazából így nagyon szerettem, már a, a második résznek a, a végére is. Nekem volt időm most gondolkozni, ugye nekem az volt, hogy nyilván a szemnélféle Ellen Grantet mondtam volna annak idején, mert ugye én paleontológus akartam lenni, és ő volt a paleontológus, tehát ez triviális volt. Ugyanakkor azonban a lányok az osztályban, konkrétan az is, aki nekem tetszett, azok meg mindig a Malcolm-er voltak oda. Hogy ez magas, fekete, haj. és ugye a Claudia is csak mi, izé, meg a Claudia anyukája, úgy tudom, szóval minden, mindenki teljesen megerősíti ezt a sztereotípiát, hogy a lányok a Malcolmra kattantak rá, pedig ő nekem akkor ilyen arrogánsnak tűnt, de aztán amikor persze újra néztem a filmet, mármint, hogy már így fe, felnőtt fejjel, meg ráadásul, amikor ugye fizikusként én, én pont a, a foglalkoztam nem rendszerekkel, káosszal, meg azokról a dolgokról, amiket ő csak ilyen kifejezéseként pu, pu pufogtat. például ott már rögtön az elején a helikopterben, hogy ami ugye különös attraktornak fordítjuk a Strange Attractort például, amit ő ott emleget ami azt hiszem a magyar fordításban sajnos idegen attraktor Idegen a traktor, lett, igen. De, de mindegy, jó, hát, nem, jó, hát most egy kicsire nem adunk, ezért fizikai szakfordítót nem lehet mindenhol berakni. Szóval az van, hogy, hogy, hogy amikor ú, így utána ezt, az ez basszus, ez a csávó itt az egyetlen normális ember. Tehát ő itt pontosan látja, hogy mi van. Tehát oké, okay, hogy van egy ilyen nőcsábás stílusa, ami nekem tök arrogánsnak tűnt, meg minden, de, de összességében most szerintem a Jeff Goldblum a kedvencem, vagyis a Ian Malcolm, de amikor annak idején, mint célközönség tagja, annak idején egyértelműen az Ellen Grant volt. Szóval én, egy, én magam is áttestem egy ilyen karakterfejlődésen. Ez, ez igaz a teljes régi trilógiára egyébként, hogy most így ítélem meg a dolgokat, Hát az új, újak közül meg őszintén szólva nekem, ne, én senkivel nem tudtam úgy annyira azonosulni. Tehát például a harmadik részben nyilván az nekem volt tervezve, vagy hát a mi generációnknak, hogy egy ilyen óriási nagy izé, retro parti volt, hogy visszahozták a régi szereplőket, meg az összes ilyen régi bigyót, beleértve az emlegetett borotvahabos flakontól kezdve mindenféle szírszart, ami ami felbukkant az első trilógiában. Szóval nyilván nekik nagyon örültem, de az úgymond az új generációból egyik, egyikkel se tudtam olyan. Tehát a Chris Pratt az tök jól csinálja, amit csinál, de nekem, nekem nem mozdít meg semmit ez a színészi játék, semmi extra, de hát ez egy ilyen karakter, tehát nyilván tök jól csinálja a karaktert, tök jó. Szerintem a sztori íve az első részben volt a legjobb. És nem az, hogy régen minden jobb volt, de tényleg ott van annak egy csomó mögöttes izéje is, Ugye voltak ilyen interpretációk, hogy az azért működik jól az a film, mert végül is oké, hogy mindenkit hajkuráztak a dinók, és az emberek ordítva menekülnek, de azért mégiscsak van ott egy ilyen jellemfejlődés, ott van ott egy csávó, aki nem akar gyerekeket, meg rühelli a gyerekeket, aztán a végén aztán mégiscsak úgy van vége, hogy megbarátkozik ezzel, és legyőzi úgymond a belső démonjait, mint ahogy egyébként ugye azokat a nagy állatokat is legyőzték, de úgy belül is, tehát van ilyen párhuzam, mit tudom én, tehát hogy, hogy valahogy művészileg is értékelhet az egész, és aztán onnantól a többi rész az meg inkább tényleg arról szól, hogy a dinók kergetik az embereket, és ordítva menekülnek. Csodaszik ben ott, ott szerintem, aki igazán jelen fejlődik, ugye az a Bryce Dallas Howard, tehát ugye a csaj, aki ugye még az első rész végén magas sarkuban fut a t fákjával a kezében, amit ugye tulajdonképpen mém lett, és ugye a végére viszont már tök jól kikupálódik, és érdekes, mert én sem kedveltem se a színészt magát, se a karaktert, most meg már nagyon szeretem. Azt hm. nem tudom, hogy észrevettétek el, hogy vagy hogy mennyire így nézitek a filmeket, hogy ilyen fegyverek, elektronikai eszközök, autóreklám például mennyire visszajött az egész Jurassic Park franchise-ban. Tehát, hogy ugye az elejében is ezért nagyon-nagyon ki volt hangsúlyozva, hogy ezek, ezek földgázzal működő jeepek, elektromos autó őket körbe a Tirexnél, ugye, aminek az is volt a problémája, hogy a ledöntött a sínről, aztán nem nagyon tudtak hazamenni. Ez szerintem 93-ban az elég ilyen előremutató dolog volt, viszont csak addig maradnék a fegyvereknél nekem ez a heppen. És most ez Miklóstól kérdezném meg, hogy most az ember ugye alapból olyan állatokból indul ki, ami mondjuk az elefánt az a legnagyobb Rag, hát nem ragadozó, az a legnagyobb állat, amit így el tudsz ejteni, meg mondjuk egy rinocéros. El, el tudnád, ha nem lenne védett. Jó, bocsukat, azt kedek. <laughs> hát ez, ez, ez megint egy másik, másik kérdés, de a másik dolog, hogy benne van nagyon sokfajta fegyver, nagyon erős fegyverek ebben uh -huh. a filmben, viszont a egy olyat sem látsz a Jurassic Parkban, hogy egy ember lelőtte a dinót és ott maradt. másik részben is ugye ott van az a, most nem jut eszembe az emberkinek a neve, az a nagy vadász, aki megy egy nagy elefántölő 500-as Nitro express hogy ő majd megfogja a kis és megöli, és El, ilyet jaj. nem látsz a Jurassic Park, hogy az ember elői a dino Tehát magyarul... Nem, de a Dino megeszi az embert. Hát na ez az, tehát hogy ez bizonyítja, hogy teljesen mindegy, mi lett volna a kezükbe. Ugye a harmadik részben is, amikor az elején ugye... Tehát egy ember, ember és kecske ellenes produkció. Hát ez így van. <há> Ja, szegény kecske. Meg a kis tehenet, amit beengednek a raptorok közé, hát ez az elég. Ja, tényleg, Hérleg a tehén, tényleg. ó, igen. Szegény, én úgy sajnáltam Na jó, de várjál, szóval mi a kérdés? Na, tehát a kérdésem hogy, az, hogy az egészben vagyok? az, hogy, hogy egyrészt, hogy, hogy, szerinted meg lehetne ölni mondjuk egy dinót egy fegyverrel, ami mondjuk egy rinocéroszt meg tudna ölni? Szerintem simán. Tehát én... Na most, bocsánat, megszólal a csaj, aki ért a fegyverekhez valamelyest. Na. Mindjárt Miklós kérdezted, mondom én, meg tudod, megszólalt a női én tudatom, hogy miért nem engem. Na jó, nem, ez csak poén volt. Mert én tényleg nem, én jártam lövészetre gimnáziumban, de ott csak légpuskával lövöldöztünk, és nekem így kb. ennyi a szakértelmem a témában. A légpuskával nem lehet hát a a egy ankiloszauruszt. De mondjuk egy váról indítható rakéta valószínűleg átvinné a páncélt. Mondjuk egy ankiloszauruszt, egy páncélos dinoszauruszt, arra én is azt mondom, hogy ahhoz már komolyan. A komolyabb Hatékonyab dolog kell, mert kellene. ugye ö, ott, ott már ott, ott ugye a dinó, tehát a, a ragadozó is ö, tehát ö, ö, nehéz volt átharapni a ragadozó dinoknak, mondjuk egy ilyen ankylosaurus páncért nem is tudták átharapni. Tehát ott mondjuk ankylosaurus úgy tudott levadászni egy ragadozó dinoszaurusz, vagy vagy egy több ragadozó dinoszaurusz, hogy a hasát ö, támadták, mert ugye az volt a az volt a, a sebezhető és esetleg megpróbálták felfordítani, ami általában nem sikerült, mert hogy ugye az ankylosaurusnak közben ott volt ugye a farka, amivel jól tudott ütni. Igen, azért egy-egy olyan dinoszauruszt, főleg az ilyen közepesebb méretűeket, azért egy, egy komolyabb vadászpuskával simán le lehetett volna lőni, bár az tény, hogy nagyon vastag volt. hova céloznál? Nyakra. Nyakra? Igen, hát artéria. A mondjuk nyilván egy Brachiosaurusnál nem, de hát mondjuk egy Triceratopsnál szintén nem, mert ugye meg annak nem véletlenül volt ott a nyaklemezet, ez mondjuk dinó függő, de alapvetően nyakra. Na, de nagyon jó, akkor majd, ha megyek dinót vadászni, akkor ezt... Hát nagy madár, tehát ha belegondoltok azért az, azba a ténybe, hogy ugye, oké, okay, emlegetétek az emukat, meg a strucokat. Ugye tudjuk, hogy rendszertanilag amúgy a mai élő madarak is dinoszaurusznak minősülnek, csak ezek az avian dinosaur, tehát a madár. Szerű. A repülő, madárszerű dinoszauruszok, igen, köszönöm, de ha belenéztek, hogy oké, nem megyünk vissza a Krétakorba, de mondjuk az elmúlt egy-két millió évbe, vagy akár az egy-két pár ezer évbe, akkor így például ilyen gyilokmadár, meg olyan mua, meg olyan, tehát olyan óriási, ilyen tényleg gallimimus méretű, vagy annál is nagyobb futó, futó madarak ezek a, ezen a bolygón, amik elefántmadár, azt hiszem az egyiket így is hívták, tehát hogy, 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 hogy igazából többel kapcsolatban felvetődik amúgy a tény, hogy az emberek, és nem, nem modern fegyverekkel, hanem konkrétan az emberek vadázták le őket. Hát igen, ugye ilyen jégkorszak előtt, alatt, tehát ilyen 10-15-20 ezer évvel ezelőtt, mondjuk egy, egy gyilokmadarat, ami az én kedvencem, én nagyon szeretem, azzal ugye az ősember Dél-Amerikában, akik ott éltek ősemberek, azzal simán ö, találkozhattak, és hát nem csak levadázták, hanem eleve meg kellett magukat védeni tőle, mert ott azért az ember a gyilokmadárnak tulajdonképpen egy, egy táplálékforrást is jelenthetett. Tehát azért hát ott azok, ott... azok az emberek frankon, ilyen Jurassic Park-szerű világban éltek. É, igen. Főleg, hogy ugye ma már tudjuk, hogy ezek a dinók ugye tollasok voltak, nagy részük, hát nyilván nem mindegyik, mondjuk a szauró diplopodák, azok itt talán nyilván nem, de mondjuk ezek a raptorszerűségek simán igen, és, és valójában nem, nem különbözne nagyon például az az élmény, amit akkor észlelnénk szerintem, amikor egy mondjuk egy jutaraptorral találjuk munkat szembe, az nem lett annyira különböző, mint amikor az emleget egy gyilokmadár jön szembe. Tehát, hogy... Hát vagy akár most is elmehetünk Ausztráliába, és a kazuár az azért Eléggé félelmetes. Tehát azt mondják, hogy ezzel nem igen. nagyon találkozunk. Hát, hát a kazuár az 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 modernnak tulajdonképpen, most azt nem mondom, hogy egyenesági leszármazottja, de egy nagyon hasonló vonalon működő ö, élőlény. És igen, ne jöjjön szembe, igen. mert akkor átrug belét, hogy tulajdonképpen. Hát meg, volt, elap, volt olyan. Hogy maradsz ha lefejjel ott maradsz, de ha beléd rúg, melkason rúg, akkor volt olyan, aki abba halt bele, hogy melkason rúgta a kazuár, és megállt a szíve. Ilyenek ezek a dinoszauruszok. Igen, most gondolom, hogy, 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 azért talán arról is kéne valamennyit beszélnünk, hogy, hogy, mint hogy ugye tudományos, fantasztikus podcast vagyunk, és nem is csak film kibeszélő, amit ugye Klaunak úgy is mindig felszokott tenni az Ádám kérdést, hogy mi volt a legtudománytalanabb dolog, de még mire, mire ideig eljutunk, azért szerintem nek ne kerülgessük az elefántot a szobában. Tehát az, hogy, hogy mennyire realisztikus dolog a dinóknak, ahogy hívják ki -e a klónozása. Ugye annak idején az a vicc, hogy konkrétan van ez a Jack Horner nevű paleontológus, aki egyébként sokak szerint az Ellen a, mod Sőt, ő a modellje tulajdonképpen, és aki tanácsadóként részt vett a filmben is. Ugye egy fantasztikus csávő, ő, ő az, a, az a bácsi, aki például arról lett annak idején nevezetes, hogy a Maja Szaurának a, a tojásrakó helyeitől fedezte föl, ami egy olyan bizonyítékot szolgáltatott, hogy ezek a dinók azok nem, nem ilyen izé ignoráns faszkalapok voltak, már bocsánat, hanem hogy nagyon is gondozták a kicsinyeiket, megvédelmezték, meg, védelmezték, meg izé szépen üldögéltek a tojásaikon, meg mindent. Tehát, hogy nagyon sokat segített a horner abban, hogy formálódjon a dinókról alkotott kép. És ugye ő neki konkrétan voltak még olyan ambíciói még a 90-es években, hogy, hogy ki kéne nyerni genetikai anyagot. Most a legmesszebbre, amíg talán eljutott, az azt hiszem emlékeim szerint az volt, hogy volt egy talán szú névre keresztelt T-rex, -aki, akinek a, a csontjából ki tudtak vonni lágy maradékokat, konkrétan a hemoglobinban levő hem valami, tehát egy vastartalmú valami, tehát tulajdonképpen szövet anyagot tudtak restaurálni, ami el, el, korábban olyasmire mondtak, hogy ez nem lehetséges, de természetesen DNS-t azt nem lehet 65 millió év után restaurálni. Úgyhogy sajnos a, ugye azt kell üzennünk a kisgyerekeknek, hogy ezzel a módszerrel nem lehet dinót csinálni, de a Jack Horner azt persze nem hagyta ennyiben, és nem tudom, hogy a, 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 csirkes, a ötletét azt ismeritek-e? A dínókat nem lehet kövületből, vagy akár borostyánkőből, meg pláne kinyert uh, izé, anyagból restaurálni, sajnos. Ugyanakkor azonban ne felejtsük el, hogy ahogy említettük, a dínók nem haltak ki, csak a nagy részük, de hogy a mai madarak azok mind-mind a korabeli dinoszauruszok leszármazottai, és ugye van az ő génkészletükbe egy csomó olyan információ, ami blokkolva van, de valószínűleg ott vannak a régi uh, génsorok, csak van egy másik gén, ami őket blokkolja, hogy ne jelenjenek meg. De néha ezek megjelennek, például ezt hívják atavizmusnak, amikor néha előfordul, hogy születnek embergyerekek farokkal. Az ugye például amiatt van, mert igenis ott van bennünk a hosszú farokra vonatkozó genetikai információ, csak hát az van, hogy ezt egyébként egy másik génszekvencia felülírja, hogy ez ne jelenjen meg. És a madarakról kiderült, hogy tele vannak ilyenekkel, tehát nagyon ritkán születnek fogas csirkék. Akkor gondoljunk arra, hogy ott van a hoacin nevű kismadár Dél-Amerikában, ami Kis, úgy születik meg, hogy még vannak körmei a szárnya végén, hogy a fára fel tudjon kapaszkodni, amikor még nem tud repülni, és még nincsenek tollai, csak aztán azok később elcsökevényesednek, És persze ugyanez a helyzet a, a madaraknak a farkával is. Tehát, hogyha kik tudjuk iktatni azokat a géneket, amik blokkolják a valószínűleg a génszekvenciából bent lévő információkat, amik azt intézik el, hogy a madaraknak ne legyenek fogaik, ne legyenek karmaik, és ne legyen hosszú csigolyákból álló farkuk, hogyha ezeket sikerül úgy visszakapcsolgatni, ami úgy tűnik, hogy lehetséges, hiszen az info ott van a DNS-ben, akkor ezzel létre lehetne hozni egy ilyen kicsi, hát ilyen torszülöttet, de hát tulajdonképpen ez az, amit ő vagy chircesaurusnak hív, ami tulajdonképpen egy ilyen hát genetikailag kreált atavizmusokra visszaépített dínócska lenne, ami még egy tyúkból elő lehetne állítani egy ilyen kis, mit tudom én, pici raptorszerű, vagy, vagy szerű lényt. ez nem tűnik tudománytalannak, csak hát mindenféle etikai kérdéseket nyilván felvet. Úgy van. Na és akkor beszéljünk most erről, hogy mi volt a legtudománytalanabb része a filmnek? Igen, ezt akartam Igen, és ez mindig a te feladatod. Az enyém? Hát te vagy a legjobb. Jó. Na most, ugye az az igazság, hogy ebben annyi tudománytalanság van, főleg az első részben, hogy hogy ezt felsorolni nem lehetne csak mondjuk tételesen, tehát, hogy itt, itt már valamit meg is beszéltünk, ugye tényleg a, a, az, hogy vissza lehetne hozni a, a dinókat, úgy, ahogy a filmben látjuk, nem, ezt nyilván tudjuk, hogy nem, meg erről most beszéltünk is, hogy én nem is erre szaporítanám a... A szót, hanem egy kevésbé hát látható, annál érdekesebb dologra, ez pedig maga a szúnyog. És itt még nem is az, hogy a szúnyogból sem lehetne kivonni a dinoszaurusznak a DNS-ét, mert egyrészt nem is maradna meg az örökítőanyag, másrészt szennyezetté is válna. Hanem, hanem maga a szúnyognak a ténye. Ezt ugye nem tudom, tudjátok-e, de azokhoz a jelenetekhez, ahol közelről mutatták a szúnyogot, illetve amit ugye John Hammond, nem sporoltam semmit, botjában látunk szúnyogot, ahhoz egy olyan szúnyogfajt kerestek a filmesek, ami elég nagy. Tehát, hogy jól látható, ugye, tudjuk, hogy azért a szúnyogok azok alapvetően picik, főleg a hímek. És az a szúnyog, amiket ezekben a jelenetekben láthatunk, azok az úgynevezett elefánt szúnyogok. Az elefánt szúnyog pedig tulajdonképpen az egyik olyan szúnyogfaj, aminek egyik tagja sem vérszívó. Tehát sem a nőstény, a hím meg ugye pláne, mert hogy a hím szúnyogról amúgy is tudjuk, hogy nem, nem vérszív, csak a nőstény szúnyog szívért. És bizony azok az elefántszúnyogok, amiket ezekben a jelenetekben látunk, ott bukik meg az egész, hogy azok alapból sem vérszívó szúnyogok, pláne, hogy azok az elefántszúnyogok, amiket látunk, azok hím szúnyogok, és ugye a szúnyognak a hímje alapból sem Szív vér, tehát ott bukott el az egész. Dang. És e, ezen, ezen szoktam én poénkodni, hogy hát ugye tudjátok, hogy a John Hammondot uh, kialakított, hogy hogy hívták a színészt? Ettemberó. Úgy van, Richard Ettemberó, ja. aki ugye nem De... más, mint David Ettemberó, nem más volt, mert sajnálom, meghalt. David Attenborough bátyja, úgyhogy én mindig elszoktam, szoktam hogy hát, meg kellett volna kérdezni drága öcsédet, mert az biztos, hogy jobb tanácsot tudott volna adni. És akkor nem lett volna a filmben egy ekkora baki. Viszont lassan most Úgy már a, az adás vége felé közeledünk, ezért megkérdezném mindkettőtöket, hogy maradt-e bennetek valami, amit szeretnétek kihányni, mint a Brachiosaurus? <coughs> Az élet utat tör, úgyhogy vigyázzunk, ne bolygassuk meg a nemlineáris rendszereket. Ez a nagy tanulság, azt hiszem. És hát ezzel a bölcsességgel én is maradéktalanul azonosulni tudok. És nem menjetek a magas főbe. Ó! Na, az nagyon kemény rész volt egyébként. Tehát a, az volt az a rész, amivel utána riogatott bátyám még sokáig, hogyha mondjuk egy mezőn voltunk, jönnek a raptára. Ó, ez nálunk napi szintű humorforrás. És a jó ügyvédeket is néha lekapja a WC-ről is, tehát, ha jó ügyvéd vagy, akkor nem ennyi a Jurassic ennyi, ennyi, marad maradt bennetek összesen. Igen. Jó, hát akkor én még annyit elmondanék így az egész film, film franchise ok kapcsolatban, hogy nekem még van egy nagyon kedves élményem így a kettes részsel kapcsolatban, amikor a... És, egyébként én ezért emiatt is lettem mérnök többek közt. Hogy ugye szerintem a kettes rész az, amiben nagyon jó elmutogatják, hogy igenis visszamennek a parkba, és akkor össze kell tenni egy ilyen járgányt, amivel ugye tudnak kutatni, meg ugye megy kettő nagy terepjáró is, és egyébként visszatérve ilyen melkomra, Ugye Jeff Goldblum, ő a mai napig azzal a terepjáróval jár, amit a Jurassic Park 2 forgatásán kapott. De jó, azt szóval is tudtam. el. New Yorkban. New Yorkban. Ja. És hogy, tehát Aztán. a hát most kimondom, az egy Mercedes volt. És, és annyira jó uh, megvan hogy hegesztik össze ugye ezt az egészet, tehát hegesztik össze az egész nagy lakókocsi szerűséget, akkor utána, hogy ugye rakják fel a gajtörőrácsot, meg mindent, és akkor utána ugye van az a része a második uh, epizódban, amikor megállnak ezzel a kutató laborral egy ilyen nagy hegyorom mellett, és akkor ott van ez az ominózus rész, amikor a kettő, ugye rájön a kettő nagy t hogy ott van a kis t benne, és akkor utána így le, konkrétan így lelökik őket ebből a, szak ebből a szakadékba és akkor az az egy ember, aki fönnmarad, az próbálja őket kihúzni. És iszonyatosan jó be van mutatva az, de lehet, hogy csak én figyelem meg ezekbe a filmekbe, amikor beül ebbe a terepjáróba, ugye ez, ez, a csörlőzés, ez minden egyes részben ott van. Tehát amikor a Denis is egy csörlővel bajlódik, miközben megöli a Dino, és itt is, amikor az ember kiköti csörlővel a terepjárót, akkor egyszer, egyszer nem sikerül. Akkor utána megint kiköti, akkor beül az autóba, elkezd adni hátra, úgy sem megy, akkor berakja négyszer négy felezőbe, diffizárba, és akkor úgy megpróbálja kiúzni, és akkor kapar az autó, és jön kifele hogy iszonyatosan jól meg tudta mutatni a, az emberi, tehát hogy az ember alkot dolgokat, de még úgy is oda jön egy nagy tirex, és így gondol egyet, aztán így megharapja, leharapja eltöri, lelöki. Ja, meg akkor volt a spinó is, amiről akkor még tök más gondoltak, mint manapság, és akkor ilyen szárazföldi repcsit ketté harapó dinó volt, ugye? Igen. Igen. Ma meg már inkább azt gondolják, hogy ilyen krokodil, krokodilszerű életvitelt folytatott, és valószínűleg az viszont a vízben úszkálgatott. Félvízinek fél mondjuk ezt. Ja. Izgi. Hát na szóval jó, egyébként. igen. Na, ez fantasztikus, ez a vallomás, hogy elhangzott, hogy a Géza mérnöki karrierét a Jurassic Park 2-nek Sokat nőtt a szemembe az a rész. Jó, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy még nagyon-nagyon-nagyon sok minden beleférne, mert mindenről lehetne beszélgetni. Ugye annyi minden történt, annyi minden, sok rész van. Lehet, hogyha majd azt kérik a hallgatók, akkor újra visszatérünk rá. Igen. Nem akarunk nyomást helyezni Á, Nem, 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 nem persze nem, nem, De szerintem nem. Claudia még szívesen beszélne róla. Beszélnék, csak lejárt az adásidőnk. Lejárt az adásidőnk, igen. Tehát még annyit mondanék nektek, hogy a következő adásunk szeptember 29-én lesz előreláthatóleg, méghozzá tűzhányos filmeket fogjuk kibeszélni. Valószínűleg hasonló felállásban. Én megköszönöm a figyelmet, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.